van egy olyan rendezvény, amivel Nógrád egy másik arcát meg tudja mutatni. Engem ebben ez érdekel, azt, hogy igenis meg tudunk egy ilyet szervezni, azt, hogy milyen gyönyörű ez a táj, hát itt körülnézünk, ez egy csoda. Az ötlet az nem az enyém, ez Ocskai Zoli, aki egyébként ugyanúgy nem parasztember, ahogy én sem vagyok parasztember. Ő veterános ember, veterán autókkal, motorokkal foglalkozik, egy ilyen újságot is ad ki. Tulajdonképpen nem is nagyon tudom, hogy milyen traktorok vannak itt. Én azt tudom, hogy hogyan engedtük be a parkolónál az embereket, kinek van vize, kinek nincs, tehát én csak itt ügyintéző vagyok. Még mindig egy drága mulatság ez a veterán traktor. Alkatrészeket szoktam vásárolni az Axiához, vetőgéphez, az ő általuk forgalmazott gépeket használjuk. Tíz éve foglalkozom traktorokkal, hát itt most van egy-kettő, amiért azért odaadnám a fél autóparkomat. Például egy Dutra, hát attól egyszerűen leesik rólam a trikó. De hát itt vannak ezek az öreg Fordzonok, hát ezek is hogy néznek, ez a 1923-as Fordzon, akkor ott vannak ilyen felújított traktorok, tárcsolat. De az a hely egyébként, hogy én egy új traktort is nagyon szeretnék. Ez a gép, ez 1972-es. 2003-ba került hozzám, már akkor ősszel használtam, abban az állapotában, ahogyan volt, csak üzemképessé kellett tenni. 2004-ben átesett egy teljes felújításon, és azóta ez a gép nekem kifogástalanul üzemel. Az a baj ezzel a rendezvénnyel, hogy itt sokkal több ember van, mint amennyi látszik. Mi nagyon szeretnénk, hogy ha lenne folytatás, csak az a baj a népszerű rendezvényekkel, hogy egyre több pénzbe kerülnek. Ebből a falu nem profitál, mert akik itt vannak, nagyon jól érzik magukat, és nagyon szívesen eljönnek jövő évben is. Alföldön dolgozni érdemes a mezőgazdaságban, itt meg traktort nézni. Nem lehet az év minden napján traktormajális tartani, ez a baj. Na, ha lehetne, akkor jó lenne.